Egy különleges, sziasztok, Kis László Krisztián nevem. Egy különleges bejelentkezéssel vagyok. Sajnos a Facebook nem engedte az élő live-ot, ezért a YouTube csatornámon csinálom meg. Élőben és nem felvételről. Töltöm fel. Nem ezt variantot vettem könyveket. Tűnni kell, hogy nemrég készült el Sárkány és a Vándor. Én ezt megrendeltem, és a többi könyveit. Ami itt van, azért mutatom fordítva kettőben, mert személyiség jogait tisztelve, költőtársamnak és barátomnak, így megfordítva. Itt van két boríték. Igen, földön kettő. És itt bontom fel most. Nem mondom őszintén, izgatott vagyok, ezt vártam, és őszinte vagyok, hogy sokat jelent az az embernek, hogy azt, hogy bocsánat, az, hogy valaki tiszteli a munkásságát, és azt mondja, hogy kérem az összes könyvet. Itt van az első, ami gyermekkönyv, Szandi és a hercegnő. És az, ami a fő könyv, amit sokszor megosztottam, és megosztás által küldöm a barátaimnak, és mindenkinek, hogy itt van, létezik Sárkány és a Főnix. Igen, még egy különleges ajándék, és ezt megtiszteltetés. Kisle Krisztián barátomnak sikert az utadon, Nemec Marian. Tessék. Nem tudom, látható-e? Így. Szandi hercegnő az emberek világában. Egy olyan könyv szerintem, ami ugyanúgy sokat mondó, és ez is így, gyerekek, nem tudom, hogy látszik-e így, ez is. És ez viszont Sárkány és a Főnix, tükör lelkek. Megmondom az igazságot. Marian, egyszer ezt írta nekem. Neked, idézem a szavait, neked is mindenkinek szól. A lélek nagyon nagy dolog. Olyan világ, amit nem lehet egyszerűen irányítani, sem navigálni, mert az érzések nagyon nagy dolgok, súlya van. És most jön a másik csomag, az volt az első. Meglepetés. Ezt így szépen fel kell bontani, mert ez nem olyan egyszerű történet. Hoppá! És mutatok volt valamit a másik kettőnél, nem mutattam meg. Tessék, itt van ő, Nemec Marian, író, barátom, költőtársam. Ajánlom mindenkinek, és még itt van egy olyan, ez a Szandi és a hercegnő, így néz ki. Itt van egy olyan, Főnix, Josephin Főnix, ébresztő felhívás a benne zsérlő művésznek. Hogy legyen jövő? Nemec Marian. Nem tudom, így látható-e? Főnix. És egy ilyen könyvben hanghordozó, ami már azt mondják, hogy ki fog menni a divatból.
úgy, mint a videó. Videókazetta a videó, már lassan a CD is ki fog menni. Mert már mindenhonnan le fogják tölteni. Egy hanghordozóval. Egy művész, igen. És ez, itt vannak versek. Itt egy kártya. Ez személyes, bocsánat. Ezt nem olvasom el. De a lényeg, amit szeretnék. Könyvkiadót nem reklámozom, mert úgy érzem, ez személyes dolog. Így néz ki. Így néz ki, ha megrendeled, megvásárolod, és személyesen megrendeled. A titkot nem árulom el, és így néz ki a belseje. Egy picit azért fordítottam, úgy, hogy lehessen látni. Neked és mindenkinek ezzel idézettel szeretném kezdeni. Egy olyan könyvbe beleolvasok tisztelettel, ami számomra fontos. Egy kicsit izgalom van bennem, megmondom az igazság. Az igazságot. Elnézést, miért lámpa lehet? Ügyetet vagyok. Első fejezet, az első, Sárkány és Főnix meséi, igaz történet. Az első oldalt olvasnám fel, engedelmetekkel és tisztelettel. Maria, ez neked szól. A világ közepén állt egy cseresznyefa, ami mindig virágzott. Akik látogatták, csak csodálták, mert az olyan hely volt, ahová ritkán mennek a lelkek, de mindig vágynak rá. Mellette volt egy patak, amelynek hűs vizéből sárkányok ittak, ha a harcok közepette megcsomjaztak. Szemlélték egymást, először a két lény. Szemlélték egymást, körbejárták, megszagolták a másikat. Nem szóltak, nézegették, ki lehet a másik. Így teltek a napok, ugyanabban az időben mind a kettő elment a cseresznyefához, és némán üdögéltek, vagy mindenki maga útjára. Egyszer történt, hogy egy férfi egy hegyi kristályt ölött egy nőnek a falat. Azon a napon a sárkány ránézett a főnixre, és kicsordult egy könnye. A főnix pedig legszeptolást tette ki a csőrével, és letette a könycsepp mellé. A tollhegye megmártódott a könycseppben, és végtelen a mesét kezdett elírni. Történetet a semmiről és a mindenről. Felbontatlan isteni szövetségről, és arról, hogy milyen az, amikor fel akarják bontani. Ennyi lett volna az idézet. Egy picit többet olvastam. Megtiszteltetés. Egy olyan megtiszteltetés, amely a személynek szól, és annak, hogy lélek. Személy, lélek, tekinti, és annak még a másikat tisztelem, becsülöm, legfőképp, és a legmélyebb tisztelettel a munkásságát. Szeretnék egy kicsit más is bemutatni.
kortárs művészek társaságát, egy egyesület. Én úgy döntöttem részemről, hogy olyan dolgot léptem, az összeget nem mondom, nem publikus. Megrendeltem a könyvet, Mariannal megbeszéltem, a társaságot, az egyesületet támogatom, minden nagyobb összeget, mindenki, akit látja, és úgy gondolja, hogy a írót és a gyerekeket támogatja azzal, hogy közösen, egységesen, szegények, lehet árva, csonka család, de az a gyerek akkor is gyerek. És tettem egy olyan lépést, hogy én nem kértem vissza a megmaradt összeget, mert átutalásától már úgyse az az összeg, amit elküldtem. Elment, odaért, megmaradt az összeg, nincs visszautalás. Mondom, nem. Kortárs művészek, társaság, egyesületet támogatom. Azzal, hogy nagyobb összeget küldtem, mert ott nőttem fel, ott lett a bölcsőm. Ott van a bölcsőm, ennyi jár. Ott születtem meg. Ott lett valaki bennem. És az, hogy egy olyan dolgot adhatok, amiért fáj az én szívem. Fiam, nincs mellettem, de gyerekek, az szent. Az szent, a gyerek mindig szent is lesz számomra. Az egyesület támogatja a gyerekeket, és itt van, ahogy mutattam, Sandi hercegnő könyvben és hanghordozóban. Itt minden benne lehet találni. Gyerekeknek le lehet játszani, mert szegényeknek kell a segítség. Nem felejtettem el, hogy honnan indultam. Nem felejtettem el, hogy Borsodabaui Zemplén megyéből. Megyében születtem. Itt nőttem fel. De az utam göröngyös volt. Igen, nem tagadom. Viszont a gyerekek, a következő nemzedék, az új generáció, sokat jelent. Adjunk többen, akik árvák, szegények, nyomor, éhezés, vagy gyermek otthonban vannak, mindegyiknek a kortárs művészek társasága, amely egyesület és vezetője Nemetz Lendvai Zsuzsanna, Nemetz Maria húga. Elnézést, ha rosszul mondtam a nevet, elnézést kérek így utólag is élőben. Ők egy olyan társaságot hoztak össze, egy egyesületet vagyis, amely művészetnek egy helye legyen, festő, író, költő, és az élet minden területén lévő művész egy helyen legyen. Szülessenek közös munkák, közös alkotók által született valami, és egy olyan dolgot szeretném felépíteni, hogy egyszerűen legyen az, amit szeretném. Grese Erzsébet, szia, üdvözöllek, bocsánat, nem vettem észre, lámpalázas vagyok, és ez természetes dolog. Szuper, szép napot neked, neked is szép napot kívánok, őszinte és tiszta szívemből, és ez fel fog kerülni a Facebookra, és tisztelettel szeretném megosztani közösségi oldaladon, csoportokban,
és mindenfel, azért, hogy minél többen lássák, hallják ezt. Köszönöm, hogy itt voltatok. Aki megnézte, köszönöm. Annak köszönöm, hogy megnézte. Én nem mondom azt, hogy ott lent találsz olyan, hogy tetszik, nem tetszik. Iratkozz fel. Szíved döntésére bízom. Nem állok be azoknak a sorokba, abba a sorba, hogy etteted a sablonszöveggel. Ha érzed, tedd meg. Oszd meg. Ha tetszik, oszd meg. Iratkozz fel, amit jónak érzel. Mert elbízom. Érzésed van. És gondolatod. Személy vagy. Egy lélek. És azt mondom, hogy rábízom a döntést. Legyen szép napod. Oszd meg gondolatot, ír, alkos, olvas, amit érzel és gondolsz, érd ki magadból, mondd ki magadból. És remélem tetszeni fog. Amit láttál, legyen szép napod.